Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 30-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyákból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő tervei. Ezen a képen látunk egy keresztet. Az lehet egy ilyen vallási téma is, viszont ez a kereszt utal a sors útra. A sorsotok útja kereszteződött. Gyakran ez mutat egy ilyen lelki kapcsolatot, mély érzéseket, kármikus témákat. A kettes szám itt egy párkapcsolatra utal. Ti és ő. A második kérdés az volt, milyenek az ő érzelmei. Itt az egyes szám őt mutatja. Valamitől meg szeretne szabadulni. Kell neki a bátorság, hogy áttegye magát azokon a témákon, ami eddig őt nyomasztotta. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, vagy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a tízes szám egy új kezdetre utal. És a kép mutat itt beszélgetéseket, a tűz eleme a lelkesedést, de azt is, hogy ő most valamit mozgat, előre mozognak az események. A napi kártya, ez a csokis kártya arra utal, hogy azt, amit ő most tesz, az így szívből jön, lelkesedéssel teszi. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videófelvétel álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!